Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Fejlesztések a bonyhádi óvodákban, keresztet adtak át Ladományban, képviselőtestületi ülés Bonyhádon, elkezdődött az iskola. A Bonyhád és a környékén található óvodákban a nyár folyamán több kisebb beruházást sikerült megvalósítani. Vannak még folyamatban levő fejlesztések, de a gyerekek és az intézményekben dolgozók érdekében ezeket is igyekeznek befejezni minél hamarabb. A nyár folyamán több felújítás és fejlesztés is történt Bonyhád és környékének óvodáiban. Sok kisebb beruházást tudtak lebonyolítani a több mint 10 millió forintos projekt során, mint például csapadékvíz elvezetés, kapujavítás, új kinti játékok vásárlása, ablakok cseréje. Elég mozgalmas és gazdag nyárról tudok idén is beszámolni. Most már sok éve a bőség zavarával küzdünk, ha szabad ezt így fogalmazni, hiszen az önkormányzat olyan összegeket biztosít az intézmény számára a különböző beruházási, fejlesztési, felújítási célokra, amik sok lehetőséget tartogatnak, és hát gyakorlatilag szinte minden óvodába jut minden évben új eszköz, vagy valami olyasmi valósul meg, amire már régóta várunk. Ez idén nyáron is így volt, és akkor, ha így sorba megyünk a Bonyhád város óvodáin, akkor a következőkről tudok beszámolni. A Ficánka óvodában megvalósult egy kiskapunak a cseréje, ami sok éves probléma szülői jelzések alapján. És ugyanennek a bejáratnak a csapadékvíz elvezetését is igyekeztünk megoldani, hiszen ez egy lefolyástalan terület, és mindig áll a víz, itt kialakítottuk a csapadékvíz elvezető medreket. Ebben az óvodában telepítésre kerül majd még játék a későbbiekben, mert nagyon nagy összeget kaptunk idén az udvarok fejlesztésére, és mindenhova jut új eszköz. A Ficánka óvodában viszonylag sok az eszköz, így mérleként fognak kapni. A Szélkakasos óvodában új játékot telepítettünk, szintén forgókát, kettes hintát, és még vissza van egy kötélpiramisnak a telepítése. Ebben az óvodában egy nem látványos felújítás történt meg, ami nagy öröm mindannyiunk számára, hiszen a mázolások azok mindig szűk keresztmetszet az intézményben, mert nagyon időigényes, meg hát azért a bekerülési költség sem kevés. És itt ebben az óvodában sikerült végre a hosszú évek óta fennálló mázolási igényeket megoldani, és mellette festettünk is. Be van tervezve egy neon csere. Itt felmerült egy műszaki probléma, amit a festő kollégák jeleztek, úgyhogy egyelőre az függőben van, de ajánlatunk már van, árajánlatunk, és hát az őszi időszak is még rejt lehetőségeket. Itt, ahol vagyunk, a Malom óvodában, megcsinálták a szabadtéri színpadnak a hátsó falát, remélem most már bomba biztosra, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon meg tudják kezdeni ezeket a falfelületeket. Nagyon jó hír, hogy egy úszókapu készül majd, ez folyamatban van, ennek az úszókapunak a gyártása, betonozási munkálatok már elkezdődtek. Itt telepítettünk egy nagy levente duplavárat, egy adományból egy fészekhintát, és tulajdonképpen ebben az óvodában ezek a munkák azok, amik fémjelzik ezt a nyarat. Vannak még folyamatban lévő műveletek is, amelyeket nem tudtak a nyári melegben megcsinálni, de a munka nem áll meg, és a függőben lévő fejlesztéseket is szeretnék úgy befejezni, hogy a gyerekek minél előbb kihasználhassák az ezekkel járó előnyöket. A Liget óvodában több tervünk volt, amit támogatott az önkormányzat. Ezek közül az egyik a beépített szekrényeknek a felújítása, ott voltak nagyon régi stílusú szekrényeink, aminek ajtaja se volt, ez folyamatban van, részt készen van. A Liget óvodában a villamos hálózat megújításának a tervezésére kaptunk megfelelő összeget. Ez a terveztetési folyamat is úton van, halad. Van egy csapadékvíz elvezetési problémánk a felső udvaron. Itt meg kell várnunk az őszt, hogy lássuk, hogy mi folyik, és hova folyik, és miért nem folyik. Ez a régi téglagyárnak a területe, és valószínűleg egy agyaglencsével találtuk szembe magunkat, de hát igyekszünk megoldást találni rá. Ebben az óvodában is megvalósultak a mázolások, festések, és a Liget óvoda is kap egy kötélpiramist majd az ősz folyamán.
A Pittypang óvodában folytatódni tudott az ablakcsere, a kisebb kiszolgáló helyiségekben, irodákban, nevelői szobában, fejlesztő szobában, itt a festések is megvalósultak, és ők is kapnak udvari játékokat majd még az ősz folyamán. Még egy szakasz van vissza az ablakcserék folyamatában, reméljük, hogy jövőre sor kerül majd rá. Abban az óvodában a nyár azzal kezdődött, hogy egy csoportban meg tudtuk valósítani a teljes csoportnak a linoleumának a cseréjét, ami szintén nagyon jó dolog, hiszen már baleset veszélyes volt a régi. Nem csak a Bonyhádon található óvodák újultak meg a nyár során. A Napsugár óvoda Majoson jelentősen érintett az idei felújítási rendben. Befejeződik az udvarnak a rehabilitációja, ez azt jelenti, hogy teljesen elbontottuk a régi játékokat, nagy mennyiségben, illetve nagy értékben rendeltünk új játékokat, homokozó csere zajlik, hintásvárat vásároltunk, kötélpiramist telepítettünk, magaságyást építettünk, és itt ebben az óvodában megjelenik egy olyan ütéscsillapító technológia, ami az intézményben eddig nem volt jelen, ez egy ilyen gyeprácsos megoldás, amit eddig nem alkalmaztunk, vagy gumikat, vagy ütéscsillapító gumi jellemző, vagy pedig kavics a homok mellett az ütéscsillapításban, úgyhogy kíváncsian várjuk a fejleményeket ebben az ügyben. Hát itt nagy földmunkákkal kellett szembenézni, támfalat kellett építeni, és már állnak a játékok, de hát a terület kialakítás még folyamatban van, aminek azért nagyon örülünk. Ebben az óvodában ablakcseri, befejeztük az udvari oldal ablakcseréjét, tehát a konyhai folyosó ablakai megújultak, illetve kicserélték a konyhai folyosó ablakait. Az épület északi oldalán utólagos hőszigetelés készül majd az ősz folyamán. A folyosót elhatároltuk az energiaköltségeknek az optimalizálására, és a Majosi óvodában is megbízást adtunk a villamos hálózat tervezési munkálataira, úgyhogy azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy tehát nem is hinné az ember, hogy ez a sok kis dolog milyen nagyon sok, illetőleg nem sok millió, hanem több 10 millió forintba kerül. Az óvodáknak a bonyhádi polgármesteri hivatal műszaki osztálya is segítséget nyújtotta a munkálatok során. Horváth Klára intézményvezető elmondta, mennyire fontos egy jó együttműködés egy ilyen beruházás lebonyolításánál. A hivatal műszaki osztálya jelentős segítséget nyújtott itt ebben az egész folyamatban, teljes nyáron felügyelték a kivitelezést, a beruházásokat, úgyhogy ezért hát igazán köszönet illeti a kollégákat. Tudom, ez a dolguk is, de mégiscsak úgy érzem, hogy egy jó együttműködés a hivatallal, az mindig nagyon-nagyon segíti az intézményvezetőnek a munkáját. A beszoktatási időszak már megkezdődött a legkisebbeknek, úgyhogy a fejlesztéseket lesz, aki kihasználja, hiszen az intézmények idén sem szenvednek hiányt gyerekek terén. Az utolsó nyári hétvégén adták át a felújított keresztet Ladományban. A fejlesztést a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Helmich és a Mágel család összefogása segítette, de nem csak a Ladományi, hanem még két másik kereszt felújítása is megvalósulhatott a pályázat keretein belül. Augusztus utolsó hétvégéjén adták át a felújított keresztet Ladományban. A renoválást egy pályázatból és hozzájárulásokból finanszírozta a Bonyhádi Német Önkormányzat, és a Ladományi kereszt mellett két másikat is fel tudtak újítani a pénzből. Németség mindig is vallásos volt, és ez a hit, ez a vallásosság tartotta őket össze. Így tudtak megmaradni szinte az évszázadokon keresztül, valamint a nehéz sorsokat is így tudták átvészelni, a világháborút, a kitelepítést, a Málenki robotot. Mindig a vallás segítette őket tovább, és a keresztállítás is azt mutatja, hogy vallásosak voltak. Ha valami bánat érte őket, vagy valami öröm, akkor egy keresztet állítottak. Ennek vagyunk tanúi most itt Ladományban. A Magyar Állam 3 kiírt pályázatot, ahol mi pályáztunk, a Német Önkormányzat pályázott, és 3 kereszt felújítását sikerült ebből megvalósítanunk. 3 millió forintot kaptunk, és a Helmich és a Mágel család, valamint a Német Önkormányzat is egy kis összeggel kisegítette még, ugyanis két kereszt nagyon rossz állapotban volt. Ez az itteni is nagyon rossz állapotban volt, valamint
van még egy kereszt, amit a Zombai elágazánál találhatunk, az is nagyon rossz állapotban volt, nem volt alapzata, nagy darabok hiányoztak belőle, úgyhogy ez volt a legdrágább, és van egy harmadik kereszt a Bonyhád Varasdi tetőn, azt is sikerült felújítani ebből a pályázati pénzből. Ez egy standard forma, Amrány István nyújtott ebben segítséget, és az ő kezemunkája van ebben, de több rész ebből hiányzott is, tehát az alapokat is elkészítette, hiányzott a Mária szoborról, aztán ellopták, nagyon sérült volt már a korpusz is, a Zombai elágazón azt teljesen le kellett cserélni, hiányzott belőle darab, több darab, úgyhogy teljes felújításra került sor. Az átadót eredetileg más időpontra tervezték, de az időjárás miatt sajnos el kellett halasztani. Mivel nem akartak egy egész évet várni, augusztus 26-án rendezték meg az ünnepélyes kereszt szentelést és átadást. Nagyon örülünk annak, hogy ez most sikerült, megvalósult, ugyanis eredetileg nem erre az időpontra terveztük, hanem májusban a Ladományi búcsún lett volna erre alkalmunk. Meghirdettük, és a bonyhádi polgármester asszony is nagyon készült rá, és szervezkedett, felállítottak már a sátorokat, meg minden előkészület már megvolt, azonban annyira rossz volt az idő, egész nap szakadt az eső, és nagyon hideg volt, úgyhogy kénytelenek voltunk ezt elhalasztani, és ezt a mai nap tudtuk megvalósítani. Ezt a keresztet most szenteljük fel, és a következő hét folyamán a másik kereszt megáldására is sor kerül. Az eseményen Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, és többek között arról is beszélt, miért fontos ápolni és karban tartani az ilyen és ehhez hasonló kereszteket. Európa kereszténység nélkül csupán földrajzi fogalom lenne. A kereszténység, a keresztény hit hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és ezért is van az, hogy a magyar kormány az elmúlt években támogatta a kereszteknek a felújítását, illetve új keresztek állítását. A bonyhádi német önkormányzat 3 keresztnek a felújítását kezdeményezte, illetve erre adta be a pályázatát. Egyrészt itt Ladományban, másrészt pedig Bonyhád végén a Zombai Teveli út elágazójában is a Bonyhád Varasdi tetőn régi keresztek voltak, azokat kellett felújítani. 3 millió forintot nyert el ebből a célból. Ez nem csak Jézus Krisztusnak a dicsőségét hirdeti, hanem a felújítás jelképezi azt is, hogy az itt élő német nemzetiség ragaszkodik a hagyományaihoz, szokásaihoz, és nem felejti el az őseit, hiszen ezelőtt 100-150 évvel ezelőtt állították ezeket a kereszteket. Azt gondolom, hogy nagyon szép gesztus, hogy az utódok felújítják ezeket. A Ladományi kereszt felújítását nem csak a pályázatból finanszírozták, a Helmich testvérek a kereszthez rokoni úton kötődnek, hiszen az eredetit a felmenők állították, a településre is gyakran visszajárnak, és szívügyük volt a renoválás. Ezzel úgy vagyok, hogy leszármazottja vagyok ennek a kereszt állítónak, úgyhogy ezért járultunk a nővéremmel is hozzá, tehát ez a kereszthez. Megmondom őszintén, már néhány évvel ezelőtt is szerettem volna helyrehozni, de nagyon költséges lett volna, és megvártuk azt, amíg más forrásból is támogatást kaptak rá. Ezen kívül az egyház 34-ben átvette, és az egyház viszont nem volt hajlandó sokat tenni ennek az érdekében. A másik pedig az, hogy ha lemennek itt a templom előtt, akkor látnak két oldalt emléktáblát. Az innensőt azt annak idején 2007-ben én állítottam, az a második világháborúban esett, vagy vissza nem került embereknek a emlékére állítottuk. Ezen kívül hát a nagyszüleim, nagyszülöm az egyik, az itt, a másik Németországban hunyt el, de hát itt van a sírjuk, és azoknak a felmenőik is itt vannak. Úgyhogy azért mondom, hogy évente 2-3 ide kijöttünk. A templommal szemben ott volt a apámék családi háza. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon szeretett ide jönni. Először is, mert ez egy mediterrán éghajlata rendelkező kis falu, és a másik pedig a szíve ide húzta, és én Pécsre jártam dolgozni, és volt egy kolléga, nem kollégám, meg szinte egy ismerős, aki jött, és azt mondja másnap, hogy az édesapát láttam sírva hazamenni, mondom, édesapám még az életben nem sírt. És akkor elmentem az, és mi történt, hát akkor bontották az ő házukat. A keresztet Markovics Milán Mór vezető kiemelt tábori lelkész, pasztorális helynök szentelte meg. Sokkal többen és lényegesen kedvezőbb feltételek mellett kaphatnak rezsitámogatást Bonyhádon, mint a korábbi években.
Erről is döntöttek a város képviselői legutóbbi ülésük alkalmával. De már benyújtott fejlesztési pályázatokról is szó volt, mutatjuk a részleteket. 10 nyílt napirendi pontot tárgyaltak augusztus 30-án a város képviselőtestületének tagjai. Ezek között kiemelt helyen szerepelt az az előterjesztés, ami az önkormányzat idei első féléves gazdálkodásának beszámolójáról szólt. Amint az a polgármesteri indítványból kiderült, a város és az intézményei kifejezetten prosperáló pénzügyi helyzetben vágtak neki 2023 második 6 hónapjának. Ezek az adatok nyilvánosak, és aki ezt megnézi, abból azt fogja látni, hogy gyakorlatilag panaszra nincsen okunk. Amit megterveztünk februárban, a mentén, a gazdálkodás mentén, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében, még ha nem is pontosan arányosan, 50%-os arányban állunk minden egyes mutató tekintetében, összességében az elmondható a város költségvetéséről, hogy a gazdasági helyzetünk stabil, valamennyi intézményünk a hivatallal és az önkormányzattal együtt egész évben, ha így működik tovább, akkor különösebb problémái nem lesznek, amellett, hogy jelentős fejlesztéseket is valósítottunk meg, hogy talán ez is fontos. További jó hír, hogy sor került a költségvetés idei első törvény által kötelező módosítására is. Erre mások mellett azért van szükség, mert évelején még gyakran nem világos, milyen áron lehet majd gázt vagy elektromos áramot beszerezni a közületek számára. Nem tudtunk pontos összeget, hogy mennyit kapjuk majd kilowattóránként az áramot és a kőméterenként a gáz. Ez egy nagyon jelentős tényező, hiszen számos intézményünk van, amit fenn kell tartani. Például nem volt ismert az, hogy a bérkompenzációval mi lesz. Amikor a képviselőtestület elfogadta február 15-én a költségvetési rendeletét, még ez a jogszabály nem született meg. Tehát nagyon sok minden csak tartalékkal szerepelt abban a költségvetési rendeletben. Így volt ez például a fejlesztési céltartalékkal is. Soha nem látott mértékű, konkrétan nem megcímkézett tartalékot képeztünk, hiszen a Majorsi Kultúrháza tudtuk, hogy szeretnénk befejezni az idejében a felújítást elvégezni, de még nem volt ismert, a közbeszerzés még nem zárult le, hogy mennyibe fog kerülni konkrétan a kivitelezés, ezért sok minden akkor nem ismert összeget, most már tudunk, és ezeket helyre tesszük. Vagy mondhatnék egy másik példát is, ami szintén pozitív, egy 20 milliós nagyságrendű kamatbevétellel számoltunk az idei évesztendőben, hiszen jelentős olyan tartalékkal rendelkezünk, ami szabad felhasználású lehet, nincsen megkötve, hogy mire költjük el, és ezeket folyamatosan egy-két hónapra lekötöttük, ugye jelen helyzetben azért elég magas kamatokkal számolhatunk, és nagyságrendileg egy 20 millió forinttal terveztünk. Időközben egy tudatos döntése, egy stratégia volt, hogy ugye bankot váltottunk, de annak az időpontja, a váltás időpontja is befolyásolta azt, hogy ez év januárjától máshol bankol Bonyhád város önkormányzata valamennyi intézményével. Ez a fajta döntés és az új szerződés azt is magával hozta, hogy olyan kondíciókat tudtunk a városnak elérni, amely ezt a tervezett 20 milliós kamatbevételt lényegesen meghaladja. Csak fél évre, ugye június 30-áig tekintjük a költségvetési rendelet módosítását, fél éves zárással, meghaladta a 32 millió forintot. A bevételi oldalon is sikerült növelni a várt számokat. Az iparűzési adó feltöltésére ugyanis szeptember 15-ig van lehetőségük a helyi cégeknek. Az előzetes számítások alapján pedig az így befolyó összeg is magasabb lesz az év elején tervezetnél. Abban bízom, hogy ez további bevételt eredményez az önkormányzat számára, de már így is több mint 100 millió forintot meghaladó adóbevétel növekmény érkezett a kasszába az előző évhez képest, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is bizakodásra adhatok ott. Vagyis az óvatos és gondos tervezésnek köszönhetően Bonyhádon nincs ok panaszra az önkormányzat anyagi forrásainak tekintetében. Ez is tette lehetővé, hogy Filóné Ferenc Ibolya kezdeményezésére módosítsák a képviselők a helyi szociális rendeletet. Ennek értelmében a korábbinál sokkal többen és lényegesen rugalmasabb keretek között kaphatnak október 1-től egy alkalommal egész évben rezsitámogatást a városban. Ez egy könnyítés a rendelet változtatásában, hiszen eddig kizárólag tűzifára vonatkozott a téli fűtési szezonban a támogatás, amit természetben kaptak a város lakói. Maximum egy háztartás egy fűtési szezonban 2 köbméter tűzifához juthatott. Ugyan mi nem voltunk szociális tűzifára jogosultak, hiszen 5000 lakosnál nagyobb településről van szó, Bonyhád esetében,
Mégis az elmúlt években ezt a támogatási formát biztosítottuk a bonyhádiak számára. Ugyanakkor egyrészt elszaladtak az árak, akár mondhatjuk, hogy 100 000-es nagyságrenddel is számolhatunk annál, aki mindössze ezt a 2 köbméter tűzifát kapja meg fuvarral és mindenféle költséggel együtt. Míg a másik oldalán lakásfenntartási támogatásunk maximum 5000 forint per hó lehetett egy-egy családnál. Ezt gondoltuk újra, és javaslatomra a jegyzőasszonnyal, hatósági osztály kollégáival közösen kidolgozva egy olyan rendeletmódosítást tettünk a képviselőtestület elé, amely lehetővé teszi azt, hogyha most október 1-től életbe lép ez a rendeletmódosítás, hogy valamennyi bonyhádi lakos háztartásonként egy évben egyszer rezsitámogatás címen juthat be kérelmet az önkormányzathoz, és akkor itt már nem önmagában a tűzifáról beszélünk, hanem bármilyen rezsi támogatásáról, értve ez alatt az áram, a víz, a gáz támogatását, hiszen nem mindenki tűzifával tüzel, és nem csak kizárólag a fűtési szezonra, hanem egész évben, tehát magyarul egy háztartás egy évben egyszer egy ilyen kérelmet benyújthat ezentúl a városházára. A felhasználók körét is szélesítettük, hiszen azt az értékhatárt, amivel egyáltalán a segélyre jogosult lehet valaki, azokat megnöveltük, tehát egy nagyobb jövedelemmel is már be lehet férni ezekbe a támogatási formába. Én bízom benne, nagyon sok bonyhádi családon tudunk segíteni ezen a rendeletmódosítással, várjuk is a kérelmeket, és segítünk, hiszen van rá lehetőségünk, és talán ez a legjobb érzés ebben a döntésben, hogy megtehetjük azt, van anyagi fedezete a városnak, biztos háttere arra, hogy egy ilyen időszakban könnyítsen a szociális rendeletnek a nehéz és szigorú szabályain, és egy szélesebb körbe tegye lehetővé ezeket a támogatási formákat. Nagyobb költséget jelentenek a városnak, de ezzel nincsen semmi gond, ez a szerepe többek között a városnak az üzemeltetésen kívül, hogy segítse az itt lakókat. Augusztus elején megnyíltak az önkormányzatok számára kiírt első TOP plusz pályázati lehetőségek. A bonyhádi városházán pedig nem is tétlenkedtek. Rögtön 3 már jó előre összekészített anyagot küldtek be. Ezek közül 2-ről elmondható, hogy az országban elsőként kerültek a tenderek kiírójához. Elsőként az országban azok között a fenntartható városfejlesztési stratégiát tervezett városok között, akik erre székhelyek, van ilyen 174 az országban, közülük néhány az, aki ebben a pályázati körben nem szerepelhet, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy konkrétan első sorszámot kaptunk a pályázatainknál. Ez igazából magát a döntést, a pályázati forrást nem befolyásolja, ezt mi is tudjuk, de azért mégiscsak jelzi, hogy olyan előkészületi munkák zajlottak az elmúlt időben, a háttérben, ami lehetővé tette ezt, hogy az országban elsőként nyújtsuk be ezeket a pályázatokat, elsőként a piacot említem, nagyon régóta várjuk, nagyon sokan, mindannyian, szerintem nincs olyan bonyhádi lakos, aki ne örülne annak, hogyha ez a pályázat nyertes lenne. Mi nem sokára egy feltételes közbeszerzési eljárást is elindultunk, párhuzamosan azzal, amíg az irányító hatóság eldönti, hogy nyerünk, és igen, mekkora forrást erre a fejlesztésre, és amikor már bízunk a pozitív bírálatban, és a forrás rendelkezésünkre áll, nem akkor szeretnénk megindítani a közbeszerzést, hanem az a feltétel, hogy van-e rendelkezésre álló forrás, ha nincs, már okafogyottá válik, és minél hamarabb meg tudjuk kezdeni a beruházást, ebben bízom. Időpontokat még nem mondok, hiszen még egyelőre annyi történt, hogy benyújtottuk a pályázati dokumentációt, de ugyanolyan örömmel számolhatok be a Széchenyi iskolának a felújításáról, az udvar korszerűsítéséről, amely 180 millió forint értékben került benyújtásra, szintén elsőként az országban ezen a prioritási tengelyen, és csak másodikként ugyanezen a prioritási tengelyen, hiszen két első nem lehet egy sorban, a Malomovoda fejlesztése is benyújtásra került. A városban tehát folyamatosan dolgoznak a szakemberek, a képviselőtestület tagjai pedig legközelebb szeptember utolsó hetén üléseznek. Szeptember 1-én elindult a 2023-24-es tanév. Bonyhádon is több száz diák lépte át az iskola küszöbét és kezdte meg tanulmányait. Az első napon évnyitó ünnepségek és osztályfőnöki órák keretein belül köszöntötték a pedagógusok a gyerekeket. A tanévkezdés előtti napon még egy utolsó értekezlet zajlott a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangelikus Gimnáziumban. Itt általános és középiskolás osztályok is működnek. Így szeptember 1-én pénteken több mint 1200 diáknak csengettek be az intézmény falai között. Általános iskolában 3 bejövő osztályunk van, a gimnáziumban 6 bejövő osztály, nyilván benne vannak a kis gimnazisták is,
évnyitó, illetve hát nálunk vasárnap lesz a gimnáziumi részen a vasárnap délután az évnyitó, istentisztelet, és hát hétfőn kezdődik meg a munka dandárja mindegyik tagintézményben. A kollégák nagy várakozással érkeztek, ugye tehát az idei nyáron is azért történtek felújítások, próbáltunk épülni, szépülni, ugye technikai hátteret megteremtsük, és hát izgalommal vették birtokba az új felújított tantermeket. Várták, most jelen pillanatban egy volt öreg diákunk, Steigerwald Krisztián és csapattal tart egy előadást, itt kommunikáció a különböző korosztályok között, kiégés ellen is egy megújítási lehetőségek, hogy hogyan lehet, hiszen nem elég a tárgyi feltétel, azért itt a technikai mellett az emberi még fontosabb. Hál' Istennek nálunk minden pozíció be van töltve. A diákok ettől a tanévtől kezdve már egy új tantárgyat, a digitális kultúrát is elsajátíthatják. Az intézményben egyébként mintegy 130 tanár dolgozik. Vannak óraadók, általános iskolában 55, a gimnáziumban 75, ebben benne vannak a kollégium nevelők is, a létszám, és ezen kívül még ugye 8 óraadó van. Itt ugye a hittanórákról beszélünk elsősorban. Másnap végül 8 órakor becsöngettek az ország valamennyi oktatási intézményébe. A helyi Széchenyi István általános iskolában volt, aki kicsit még megszeppenve érkezett élete első tanítási napjára. Ezt vártam már a nem vártad. Jobb lett volna még játszani. Még már csak egy gyors öleléssel búcsúzott. Itt összesen 40 elsős kezdte meg a 2023-24-es tanévet, mondja az igazgató. Augusztus 31-én megtartottuk a tanévnyitó ünnepét, ezzel kezdetét vette a 2023-2024-es tanév. Összesen 557 tanulóval indulunk el, el lehet mondani, hogy 22 általános iskolai osztályunk van, és 4 gimnáziumi osztály. Az első osztályt azt 40 tanuló kezdi el, a gimnázium pedig 32-en kapcsolódnak be a képzésbe. Üdvözöllek benneteket a legelső iskolai napotokon. Ki tudja, hogy milyen nap van? Péntek! Péntek, szeptember 1-e. És hányadikosok vagyunk? Első C! Az első napok ilyenkor még az ismerkedés, a ráhangolódás jegyében telnek. Osztályfőnöki órákkal kezdtek a diákok, ahol bemutatkozhattak a tanítóknak, társaiknak, és persze szemügyre vették a tankönyveket és az órarendet is. Személyiség függő, van olyan, aki fél óra után úgy jár ide, mintha itt született volna, van olyan, akinek pedig több idő kell. Én azt gondolom, hogy a pedagógusok ebben segítenek, és próbálnak olyan hangulatot, légkört teremteni, hogy egy-két héten belül mindenki megszokja az iskolának a hangulatát. A tanév első szemesztere 2024. január 19-ig tart majd, az utolsó tanítási nap pedig június 21-én lesz. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!